és ezért is fontos a mielőbbi béke. A vasvári békéhez kapcsolódó prezentációját mutatja be az egyik csapat a történészekből és vállalati vezetőkből álló szakmai zsűri előtt. A diákok 120 órával a megmérettetés előtt kapták meg az esettanulmányt. Nagyon szeretjük a történelmet, és az esetmegoldás az egy különösen kreatív módja annak, hogy kifejtsük a gondolatainkat, és így összességében az egésznek a hangulata nagyon jó, és megfogott minket, úgyhogy igazából ezért jelentkeztünk. A verseny jó alkalom arra, hogy az érettségi előtt a fiatalok bővítsék történelmi tudásukat, de emellett a felsőoktatásban is hasznát veszik majd az itt szerzett tapasztalatoknak. Egy esetet kaptak a versenyzők a vasvári békéhez kapcsolódóan, és ezzel az volt az elsődleges célunk, hogy az esetoldás módszereire, illetve eszközeire felkészítsük őket, és megtanítsuk azokat. Ennek ugye elsősorban az a jelentősége, hogy egyetemen rengeteg olyan verseny van, ami az esetoldással kapcsolatos, és azt gondolom, hogy ez rendkívül előnyös, hogyha már középiskolás korban, 16-18 éves korban megismerkedik az ember ezzel a területtel. Az országos versenyre több mint 500 diák jelentkezett. Régiónként a legjobb 4 csapat jut tovább az országos döntőbe, amely április 13-án lesz majd.